A nagy felfordulás. Késő nyári délután volt. A rét virágai álmosan ingatták fejüket a sárguló fűben. Csodálatos időnk van. Úgy sétálnék egyet. Remek ötlet. Tényleg jól esne egy kis testmozgás. Hilda és Béla bá feltápászkodtak, hogy halkan, nehogy felébresszék a többieket, leugráltak a kupacról. Hová? Séta, ez csak úgy a séta kedvéért. Sosem tudtam, mit gondoljak a lepkehalakról, amikor reddesni látom őket odafent, olyan, mintha egy tenger lenne az ég helyén. Bizonyára ők sem tudják eldönteni, hogy két fejűnek lenni furcsább, vagy lepkehalnak. Közben egy kis facsoporthoz értek. Milyen érdekes az az odú. Olyan, mint egy kulcsjuk. Ahol kulcsjuk van, ott kulcsnak is kell lennie. Béla bá azzal keresgélni kezdett botjával a fűben. Ezt keresitek? Ezek szerint nálad van. Ha nem így volna, kézen közön eltűnne. Most mi lesz? Azt majd meglátjuk. Béla bá beledugta a kulcsot a lyukba, és elfordította. Nem történt semmi. Csak leesett a kalapom. Ott van. Felrepült? Inkább leesett. A két kufli értetlenül nézett rá. Amikor eltekerted a kulcsot, megfordult a rét. Ennyi az egész. Ritkán ugyan, de megtörténik. Most fent van, ami eddig lent volt, és lent, ami eddig fent. Na, nekem mennem kell. Álljál, Ercsi! Most mi lesz? Megpróbálom visszacsinálni. Úgy látszik, visszafelé nem működik. Akkor örökké fejjel lefelé maradunk. Hidd el, meg lehet szokni. Esetleg próbáltok meg kézen állva, tanácsolta egy pók. Nem is rossz ötlet. Hú, elég kényelmetlen. Hozzunk segítséget. Valahogy helyre kell ezt hoznunk. Fogták magukat, és két kézen lépkedve visszasiettek a kupacukhoz. Ti meg mit csináltok itt fejen állva? Igazából a rét állt fejre, nem mi. Sürgősen vissza kéne billenteni. Úgy érted, hogy most mindannyian fejjel lefelé vagyunk? Így van, magam sem értem, hogy történhetett. Éreztem, hogy valami nincs rendben. Nem értem. Akkor miért nem potyogunk le a rétről? Talán mert annyira hozzátartozunk. Csak nehogy egyszer mégis lehessünk róla. Van egy ötletem. Ha minden rétlakó összegyűlne valahol az elhagyatott rét szélén, és ott egyszerre ugranánk egy jó nagyot, azzal talán vissza tudnánk billenteni a rétet. Remek ötlet! Hol legyen a gyülekező? A legutolsó bokornál. Az a rét legszélén van. Könnyű megtalálni. Néhány lépésre van az utolsó előtti bokortól. Sietve szétszélettek. Titusz észak felé indult, Pofánka délnek, Valér keletnek, Zödön pedig nyugatnak. Fityirc meg... Na, ő szaladgált egy kicsit erre is, egy kicsit arra is.
Mi egyenesen a bokorhoz megyünk, mondta Béla bá Hildának, akit szemlátomást megviseltek a történtek. Alig egy óra múlva minden rétlakó ott gyülekezett izgatottan a legutolsó bokor körül. Ha azt mondom hopp, mindenki egyszerre ugorjon egy nagyot. A rétlakók elcsendesedtek. Hopp! Én megyek, és visszaadom a kulcsot a vakondnak. Talán jobb lenne, ha ezentúl mi őriznénk. És bármikor felfordíthatjuk vele a rétet. Felfordulás kulcs nélkül is tudunk csinálni. Mit szólnátok inkább egy ünnepi kézenjáró versenyhez? Kézen, szárnyon és csáponjáró verseny legyen, hogy mindenki indulhasson. Cél a kuflikupac! Kiáltotta Titus, mire mindenki elindult. Egymás hegyén hátán ugrabugráltak keresztül az elhagyatott réten. A legutolsó bokor csodálkozva nézte őket. Még csak el nem tűntek a táborban. Most akkor melyik fejem van fent? És melyik lent? A kuflik és a pofavágó verseny. Egy őszi hajnalon Valér korán ébredt. Nem madárcsicsergésre, nem zödön horkolására, még csak nem is arra, hogy dörög az ég, hanem egy ötletre. Pofavágó verseny! Azzal már rohant is, hogy elmondja a többieknek. Jó reggelt! Rikkantotta Valér. Dörmögte álmosan zödön. Jó reggelt! Lelkesedett Valér. Nyújtózkodott pofánka. Jó reggelt! Kiáltotta Valér. Ébredt riadtan Titus. Jó reggelt! Rázta fel Hildát Valér. Mi az? Értetlenkedett Hilda. Jó reggelt! Kiabálta Valér, mert Béla bá köztudottan nagyot halló. Jaj! Mi történt? Lepődött meg Béla bá. Jó reggelt! Ébresztette Figyércet Valér. Már éjjel is. Reggel van. Elmélkedett Figyérc. Jaj, mi történt már megint? Nyafogta pofánka, amikor mindannyian kiszédelektek a kufli üregükből. Zseniális ötletem támad! Ez a hajnali ébresztés az? Kérdezte mogorván Titus. Dehogy, egy pofavágó verseny! Nincs az ilyesmihez kicsit korán? Kérdezte álmosan Hilda. Még nem is reggeliztünk. Dörmögte zögön. Úgy emlékszem, te éhgyomóra különösen remek pofákat tudsz vágni. Nekem még fel sem ébredtek a pofavágó izmaim. Motyogta félálomban Fityérc. Az pedig nagyon veszélyes. Ismertem egy tapír, aki egyszer kora hajnalban próbált pofákat vágni. Hát, aztán úgy maradt. Mondta Béla bá. Ez meg hogy történhetett? Begörcsöltek az izmai, napokig vicsorgott, és kilógott a nyelve. Nagyon szenvedett szegény. Vajon miért vágott pont ilyen arcot? Érdeklődött Hilda. Úgy emlékszem, egy fagyit nyaló mókust próbált utánozni. Magyarázta Béla bá. Szerintem a mókusok sosem szoktak fagyit nyalni. Akkor sem, ha melegük van. Erdőkben nem árulnak fagyit. Ennyi az egész. És mi van, ha a mókus készít magának? Kérdezte Fityérc. Mégis, szerinted miből tudna fagylaltot csinálni egy mókus? Nyilván, magyaróból, mondta meg a vállát Fityérc. Csak hogy a fagyihoz nem elég ám a magyaró. Ahhoz tölcsér is kell. Itt a közelben tölcsér bokor is akad. De ez az elhagyatott rét, és mi most egy erdőben élő mókusról beszélünk? Nem! Mi a pofavágó versenyről beszélünk? Kiáltott közbe Valé. Akkor most tényleg az van, hogy utánoznunk kell egy fagyizó mókust.
Pont reggeli elő. Ez már a verseny? Zödön egy személyes mókus verseny. Elég már a mókusozásból. Miért? Szerinted mit nem volna fura utánozni ilyenkor? Talán egy fókát? Fókát? Miért volna kevésbé furább hajnalban egy fóka, mint egy mókus? Mondhattam volna rókát, vagy akár csókát is. A legfurább az egészből úgyis a fagyi. Szerintem fókát utánozni sokkal nehezebb, mint a rókát. A csókáról nem is beszélve. Megmutatnád? Szívesen, akár nem, mindegyiket. De a róka szerintem inkább ilyen arcot vár. Mit csináltuk itt ilyen korán? Dugta elő a fejét Mohamanyi. Csak nem pofavágó versenyt rendeztek. Ezt meg honnan veszed? Talán mert pont úgy néztek ki. Á, dehogy! Mi csak épp megnéztük, nincs-e még túl korán a felkeléshez. És túl korán van. Nagyon! Válaszolták kórusban a kuflit, azzal el is tűntek az üregeikben, mintha ott se lettek volna. Sohasem. Gyerekek, de akár, hogy kimaradtam ebből a történetből, pedig én fafofákat is tudnék vágni. Szerintem mindenki legyen kufli. Napfényes, békés reggel volt, mint a legtöbb reggel az elhagyatott réten. Nektek is feltűnt már, hogy minden történetünk pont ugyanúgy kezdődik? Csak heverészünk itt, aztán egyszer csak történik valami. Vajon most mi fog? Na tessék! Hú, de messze laktak kuflik! De messze laktak kuflik! Mármint honnan messze? Annan! Mutatott a lókutya valahová távolba. A látóhatártól mindenki messze lakik. Mi járatban vagy cimbora? Kedves kuflik! Meg vagy csak hívva. Zilveszteri jelmezmez bálba. A rétkö zepére varrunk. Jelmezmezekbe gyertek. Mamma. Zene. Tantz. Víg alom. Aláírás. Rétlakik kók. Te ezt érted? Azt hiszem, zilveszteri jelmezbálba hívnak minket a rétlakik. Vagy lakók. Szilveszteri, gyere, mindjárt itt a nyár. Nem arog, Ficic. Inkább örül, hogy meghívtak. Köszönjük, hogy gondoltatok rá. Viszlát a bálban. De honnan szerzünk jelmezeket? Mindenki nézzen körül otthon. Hát, ha előkerül néhány. Néhány mi? Hát, azt sosem lehet tudni. Csak tudnám, hogyan került hozzánk ennyi kacat? Értetlenkedett Pofánka. Ezt hívják a kacatok titkos vándorlását. Mindennapos dolog, bár keveset tudnak róla, elég unalmas kacatnak lenni, ezért aztán éjszakánként a kacatok útra kelnek, hogy világot lássanak. Ha nem tudod mindezt,
Annak idején évekig leveleztem egy fél pár zoknival. Ő sokat mesélt ezekről a dolgokról. Ha nem volnék kufli, biztos, hogy kacat szeretnék lenni. Igen ám, csak hogy most inkább a jelmezekkel kéne foglalkoznunk. A következőket találták. Hilda egy rozzant esernyőt, Valér három üres konzervdobozt, Zödön egy lukas gumilabdát, Titus egy öreg bőröndöt meg egy habverőt, Pofánka egy elsárgult divatlapot meg egy darab spárgát, Bélabá egy horpadt tésztaszűrőt és egy doboz szöget, Fityirc meg, nos, ő nem talált mást, csak egy lila kabátgombot. És én már tudom is, mi leszek. Álmafa, mondta lelkesen Hilda. Én robot. Én meg óriás katica. Én páncélos lovag. Én rendeső pillangó. Én pedig tüskés disznó. Én azt hiszem, egy kukufli leszek, aki lila gombot egyensúlyoz az orrán. De hiszen nem arra úgyis kufli vagy. Majd úgy teszek, mintha egy másik kukufli lennék, mondta Fityirc. Mikor bealkonyodott, a kuflik elindultak a jelmezbálba. Mire odaértek, a rét közepén már javában állt a bál. Igazad, elegáns kuflinak költözni egyáltalán nem könnyű dolog, nem is beszélve az egyensúlyozásról. Így van, inkább örüljünk Fityirc sikerének. Úgy látom, idén nagyon menő dolog a kufli jelmez. Ekkor a zenekar belekezdett, a pattog a kufli végig a réten kezdetű vadonatúj szerzeményt. Ez rólunk szól! Kavics. Se nem kifli, se nem kukac, simán kufli, ezt mondogasd. Kufli, kufli, pattognak, mint egy labda, ugrálnak, mint egy bolha, színesek és csíkosak, mint egy szivárványos nyalóka. Van köztük nagy, kicsi, vékony, dagi, és olyan, aki néha csuklik, heten laknak egy kupacban, ők a kuflik. Csodálatosan éreztem magam, lelkendezett Pofánka. Legközelebb rendezünk mi is jelmezbált, mondta Hilda. Egy olyat, ahol mindenki saját magának öltözik be. De akkor ki kapja majd az első díjat? Kérdezte Valér. Ám a kérdésre már csak hangos horkolás volt a válasz. Szorult helyzetben vagyok. Azt hiszem, mégsem volt jó ötlet Kályha csőnek öltöznem. Várj csak, segítek. A kuflik és... egy... Szóval a kuflik és egy zsibbadó dudol. Gyerekek! Minden csupa lotymánc és szipony. Látszik, kiújult a makacs ugró dudor zsibbadásom. Panaszolta egy őszi reggelen Bélabá, miután nagyokat szuszogva kimászott a lakó ürege ajtaján. Hát nem csoda, az én ágairól is csöpög az az undok, hideg nyirok, mondta a beszélő fatuskó.
Béla bá felvette a ballonkabátját, a fülvédőjét, és kezdte. Jobb lesz, ha teszek egy rövid sétát. A mozgás mindig segít az ilyen nyavajákon. Mondta, és azzal elindult sétálni. De olyan lassan haladt, hogy azt a részt inkább átugorjuk. Béla bá, játsszunk kőpapírollót! Ha-ho, Béla bá! Nem tudjátok, hol lehet Béla bá? Sétálni ment! Ó, csak nem esett valami baja, törlelte kezét Hilda. Az is lehet, hogy eltévedt. Sopánkozott pofánka. Ez! Nyomozzuk ki, hol lehet? Szökkent fel a fűből Titusz. A kuflik rövid készülődés után sietve elindultak. Ajaj, elvesztettük a nyomot! Torpan meg hirtelen Titusz. Kit kerestek? Szólalt meg egy rótlábú haharca fejük felett. Bélabát! Válaszolta neki Titusz. Láttam őt egy peckes nyúlbogárral beszélgetni, mondta a haharc. Egy doktort keresek. Valami doktor Fú, vagy Brú. Nem emlékszem pontosan a nevére. Borzolta fel a tollait a haharc. Doktor Furdancs? Doktor Futrinka? Doktor Fukar? Doktor Fuszújka? Doktor Fuszekli? Egyik sem! Talán Furcsa. Doktor Furcsa. Talán Doktor Furcsa? Ez az! Doktor Furcsa! Doktor Furcsa. A zsibbadások és bizsergések szakértője. Itt vagyunk, mondta Titusz, és meghúzta a csengőt. Ki az? A kuflik vagyunk, és barátunkat, Béla bát keressük. Jó helyen jártok. Gyertek bele. Doktor Furcsa vagyok. Ez a rendelő. És hova Béla bá? Itt vagyok. Szólalt meg Béla bá hangja az egyik szék felől. Nos, igen. A barátotok most átmenetileg egy kicsit láthatatlan. Láthatatlan? Értetlenkedtek a kuflik. Ez a teknőc tokabogyó mellékhatása. Köztudott, hogy ez az ugró dudor zsibbadás leghatásosabb ellenszere. Béla bának zsibbad az ugró dudora? Csodálkozott Valér. Ti miért beszélgettek úgy, mintha itt se lennék? Ne haragudj, még nem szoktuk meg, hogy láthatatlan vagy. Egyelőre nekem is elég különös érzés. Induljunk! Még haza kell érnünk, mielőtt véget ér ez a történet. Mondta ekkor Titusz. A viszontlátásra. A kuflik sietve elbúcsúztak Doktor Furcsától, és hazaindultak. Na, megtaláltátok a barátatokat? Kérdezte a drótlábú haharc, amikor a kuflik a közelébe értek. Persze, itt van velünk! Válaszolta Titusz. Nem látom. Rázta a fejét a madár. Nyugodj meg, mi sem. Mondta neki vidáman Valér. Ezek teljesen meghibbantak. Gyerekek, úgy hallom, hogy hozzás sikerrel jár. Állapította meg a beszélő fatuskó, amikor a kuflik végre letelepedtek a kupac tetején. Közben Béla bá ismét látszódni kezdett egy kicsit. Ha rám hallgatsz, nem változol vissza, te teljesen. Mondta neki Zödön. Bármikor túrhatod az orrodat, senki sem látja. Ezt még azért fontolóra veszem. Viszont akkor soha többé nem lehetne veled kőpapírollót játszani. Sóhajtotta szomorúan Valér. Ez igaz? Délután aztán Béla bá majdnem teljesen láthatóvá vált. Na, annak úgy örülök, hogy a zsibbadás nem tért vissza. Mégiscsak tudja a dolgát ez a doktor Furcsa. Biccentett elismerően pofánka. Azért ezen túl gyakrabban megyek ugrándozni az elhagyatott rétre.
Mi meg majd? Nyomozunk utánad. Ő kiáltotta vidáma Vali. Persze, csak is egy igazi nyomozó vezetésével. Tette hozzá jelentőség teljesen Titus. Aztán gyorsan elindult, hogy megkeresse a pipáját, amit az imént meggondolatlanul eldobott valahová. Á, gyerekek, én nem tudom. Hova furcsák lettek ezek a kuflik? Sose együnk gombát reggelire. Pompás nyári reggel volt. Az égen, mint egy óriási, jókedvű sütemény mosolygott a nap. Erről a kufliknak rögtön eszükbe is jutott, hogy mennyire éhesek. Nincs itt valahol egy büfé, kérdezte Zödön álmos hangon. Ez egy elhagyatott réd. Emlékeztette Fityirc. Magunknak kell ennivalót keresnünk. Elmegyek gombát szedni. Ugrott fel Pofánka. A többieknek azonnal megtetszett az ötlet. Mindannyian szívesebben pihentek még egy keveset a langyos napsütésben, semhogy a réten csatangoljanak föl alá, és gombákat keresgéljenek a harmatos fűben. Kiváló gombászó idő volt. Se nem túl felhős, se nem túl napsütéses. Nem is füllett, de nem is túl szeles. Nyírkosnak sem nyírkos, de nem is szárazabb a kelleténél. Egy szóval, jó idő volt, na. Alig ugrándozott egy keveset, Pofánka már is észrevett a fűben néhány gyönyörű, színes kalap gombát. Jaj, de jó! Kiáltott boldogan, és már nyúlt is volna az egyikért, hogy leszedje. Vigyázz velem! Szólalt meg ekkor a gomba. Varázsgomba vagyok. Ha eszel belőlem, mókus alakú léggömbé változol. Nem hiszem, mondta Pofánka. Próbáld ki! Vonta meg vállát a gomba. A gombáknak nincs is válluk, gondolta Pofánka, azzal beleharapott a gomba kalapjába. Közben a többi kufli egyre éhesebb lett. Hol lehet Pofánka? Kérdezgették egymást aggodalmasan. Megnézem, nem történt-e vele valami baj? Mondta végül Titus. És így is tett. Igen ám, de hasztalan ugrált fel alá az elhagyatott réten Pofánkát, nem találta sehol. Szia! Nem láttál erre felé egy gombászó kuflilányt? Kérdezte egy rét felett lebegő, hatalmas piros mókustól. Én vagyok az! Válaszolta a mókus. Egyáltalán nem vagy vicces, mondta bosszúsan Titus. Nem tréfál, tényleg ő az? Szólalt meg ekkor egy gomba a fű közül. Evett a kalapomból, ezért változott léggömbé. Hamarosan visszaváltozik, legyintett a gomba könnyedén. Csak egészen keveset evett belőlem. Úgy látszik, más reggeli után kell néznünk, állapította meg Titus szomorúan. Megfogta hát a léggömb zsinórját, és tovább ugrándozott a harmatos fűben. Hirtelen megtorpant egy táblánál, ami nagy betűkkel ez állt. A rét közepe. Nézd körül, Pofánka! Hát, ha fentről meglátsz valamit, amivel megtömhetjük a hasunkat. Pofánka lippent egyet, és körbe pillantott. A következőket látta. Jobbra egy csomó zöldellő vacsóska bokor, balra egy sárga vadrépaföld. A láthatáron barna vadzabot lenget a szél. Ha erre nézett, égszínkék vadkrumpli cserjék. Ha arra nézett, két pirosló vadalmafa. Hátrafordult, egészen közel érett vadmarcipánok lilulnak. A távolban meg! Na, ott történetesen nem volt semmi érdekes. Azám, de ebben a pillanatban Pofánka csiribá! Visszaváltozott kuflivá. Még szerencse, hogy volt időm körülnézni, mondta, miután szuszogva feltápászkodott a harmatos fűből. Azzal siettek is, hogy megvigyék a jó hírt éhes barátaiknak. Vacsóska? Vadrépa? Vadzab? Vadkrumpli?
Vadalma! Vadmarcipán! Kiáltozták elképedve. Pofánka gyorsan elővette féltve őrzött zsírkréta készletét, és lerajzolta nekik, hogy mit látott odaföntről. Egész ügyes rajz lett, úgyhogy most már az összes kufli tudta, merre induljon reggelizni. Zödön a vacsós kabokról felé. Titusz a vadrépa földre, Béla bá oda, ahol vadzabot lenget a szél, Valér a vadkrumpli ligetbe, Hilda a vadalmafákhoz. Pofánka meg, nos, ő oda, ahol a vadmarcipán terem. Ja, és Fityírc meg sorban az összes helyre, mert hogy mindegyiket meg akarta kóstolni. Az összes kufli talált hát valami fogára valót. Nem csoda, hogy mindannyian degeszre ették magukat. Csak hevertek a fűben a kupac körül, és szuszogtak elégedetten. Nem volt kérdés, hogy egész nap ez lesz a program. Heverészés, meg szuszogás. Így aztán sok mesélnivaló már nincs is erről a napról. Talán csak annyi, hogy Pofánka megígérte nekik, mindenkinek lemásolja majd a rajzát kicsiben, hogy tudják, mit merre találnak, ha ismét megéheznének. Ez legkésőbb kora délutánra volt várható. De aztán tényleg nem volt más. Csak lustálkodás napestig. Pofánka, légy szíves, azt is rajzold rá, hol teremnek a varázsgombák?